Mostanában rengeteg hirdetés szembe jött velem az interneten kozmetikumokról, és annyira jól szórakoztam ezeken a hirdetéseken, hogy úgy gondoltam, hogy csinálok ma nektek egy nagyon vicces videót azokról a hülyeségekről, amiket ezekről a kozmetikumokról állítottak. Sziasztok, Tajti Ildi vagyok, kozmetikus, enyém a Tindigo kozmetikai márka, és emellett bőrápolási tanácsadást is tartok, akár online. Kezdjük az egyik szerintem legviccesebbel, amit egy szépségszalon reklámozott egyébként. Az volt a reklámjukban, hogy 100% hatóanyagot tartalmaz a kozmetikumuk. Jelentősebb aktív hatóanyag tartalma a szérumoknak van, de talán már sokan tudjátok, hogy például a retinol, az már 0,5%-ban is rendkívül hatásos, és 100% retinolt nem is tudnátok egyébként a fejetekre nagyon felkenni. De eleve arról van szó, hogyha bármilyen hatóanyagot bele szeretnénk tenni egy kozmetikumba, ahhoz kell először is egy formula. Vagy egy könnyed krémes állag, vagy egy vizes állag, vagy egy olajbázis, és egyébként mindig fog tartalmazni tartósítószereket, avasodásgátlót, és hozzátenném, hogy a legtöbb könnyed állagú, úgymond krém vagy lotion, azoknak a 70-80%-a víz. Szerintem ezen szórakoztam a legjobban. Ezzel kapcsolatban jöttek fel még hirdetések, hogy a professzionális márkák jobbak. Lehet, hogy ez valaha így volt, és az sem érdekel, ha most a többi kozmetikus megkövez, de manapság már annyira sok rossz minőségű professzionális termék is van, nem azt mondom, hogy mind az, de nagyon sok olyan van, aminél sokkal jobbat kaptok, akár a drogériában is. Nagyon sok professzionális márkának a mai napig nincsen C-vitaminos széruma, retinolja, otthoni kémiai hámlasztója, és még sorolhatnám. Szóval ennek nem kell bedőlni. Aztán a következő blokk azok a 48 órás kozmetikumok. Például a dezodor, ami 48 órán át tart, és ha nem fürdenétek le ebben a 40 fokban, akkor bizonyára két napig még le se csöppenne rólatok az izzadság. Aztán létezik 48 órás hidratáló krém, mely 48 órán át hidratáltá teszi a bőrötöket. Itt azon röhögtünk, hogy akkor mi, akkor megnyomod az arcot, és akkor majd így kifolyik belőle a víz olyan sokkal, hogy még két napig elég legyen, vagy igazából ezeket sem értem, hogy kinek van arra szükség, hogy 48 órán át hason bármi, remélem, ti is fürdötök legalább egy nap egyszer. Volt még egy gyöngyszem ebben a 48 órás válogatásban, ami pedig nem más, mint egy sminkfixáló spré, mely helyén tartja a sminketeket. Elképzeltem, hogy ebben a 40 fokban gyönyörűen, akár jó vastagon kisminkelem magam, kilépek az utcára, elkezdek majd izzadni, de semmi gond, nem fog történni a sminkemmel semmi, majd ez a helyén tartja. Esetleg lehet ezzel menni szakításra is, ugyanis, hogyha bőgtök és rázkodtok a sírástól, akkor nem lesz pandamaci szemetek, hiszen ott tartja a pilláitokon a spirált is. Amit már említettem, az a natur és biotermékek, egyáltalán nem mondom, hogy ezek feltétlenül rosszabbak, de a kemikáliamentes dolog az nonsens, nincs ilyen, mert minden kemikália, még a víz is, ráadásul ebben is lesznek tartósítószerek, vagy például van olyan tenzid, vagyis habzóanyag, amit kókuszból állítanak elő, azt gondolom, hogy nem úgy csinálják, hogy a kókuszreszeléket majd beleteszik a kozmetikumba, és akkor mindjárt jó lesz. Ennek során nagyon sok kémiai folyamaton megy át mondjuk egy kókusz, mire abból tenzid, vagyis habzóanyag lesz. Nagyon sokszor ezeket a termékeket reklámozzák egyébként olyan típusú félelemkeltéssel, hogy minden, ami nem bio, ami nem natur, attól rákot kaptok, felborítja a hormonháztartásotokat, és meg fogtok halni, körülbelül így jön le a marketing. Egyébként abban igazuk van, hogy előbb-utóbb meghalunk, ha nem is rákban, de valamiben, és valószínűleg ez nem a kozmetikumoktól lesz, melyeket használunk napi szinten. Ide tartoznak még a házi krémek bevizsgálás nélkül, melyeket szintén így szoktak hirdetni, ilyen kézműves oldalakon megtalálhatóak, most konkrétat nem mondanék, nincsenek bevizsgálva, azt se tudjátok, mi van benne, nem is feltétlenül vegyész állította össze, és a konyhában engedély nélkül készítik. Ez azért nem olyan szerintem, hogy akkor a szomszédasszonynál maradt még egy pár szelet almáspita, azt áthozza nektek, és hanem, na mindegy, igen, szóval mi a... Vannak még azok a típusú reklámok, ahol
általában csodaszép, gyönyörű és nagyon-nagyon híres, világhíres modellek vannak, kedvencem, amikor egyébként 20 évesek, és ők reklámoznak mindenféle luxus kozmetikumot, ahol egyébként leginkább azt fizetitek meg, hogy egy világhíres szupermodell reklámozza azt nektek. Attól még, hogy egy krém 50 vagy 100 ezer forintba kerül, biztos, hogy nem lesz jobb. Mondom ezt úgy, hogy azért nagyjából tisztában vagyok az árakkal a kozmetikai piacon. Azt mondom egyébként, hogy ha megtetitek, érdemes azért kicsit magasabb árkategóriájú kozmetikumra költeni, talán a 30 ezeret mondanám még, de 50 meg 100 meg 150 ezer meg ilyenek egy tégely krémért, nonsense, és az a legjobb, amikor egyébként semmi különös nincsen benne, van benne víz, valamilyen zsírfázisú dolog, például valamilyen olaj, ehhez van még egy emulgálószer, hogy a kettőt összetartsa, van benne egy rakat illatanyag, hogy jó legyen az illata, egy gyönyörű aranyszínű tégelyben, és mielőtt elfelejtem, tartósítószer, nehogy megromoljon. Jó, oké, aki erre akar 100 000 forintot költeni, hajrá, nem mondok rá semmit, bár tudnék olyat, amit megint ki kellene sipolnunk. Aztán vannak nagyon-nagyon jó kis nonsense összetevők, például a halikra, vagy a placenta, vagyis a méletény, illetve már madártojásból is tudtok, nem bírom elmondani, illetve már madártojás tartalmú kozmetikumot is tudtok venni. Ha ti is találkoztatok ilyen remek hirdetésekkel, kozmetikumokról, amin nagyon jót röhögtetek, feltétlenül osszátok meg velem kommentben, hadd röhögjünk együtt. Ennyi lett volna mára ez a videó, tudtok minket követni Instán Tindigo néven, Facebookon a Tindigo szépségreceptek VIP csoportba tudtok csatlakozni, csak légy szíves, válaszoljatok legalább az egyik kérdésre. Ha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy thumbs up-ot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk jövő héten ugyanitt. Sziasztok!